Akár esik, akár fúj, Pásztor Erzsi minden percet ki akar használni unokájával, aki Olaszországban született, és csak telenként tud Magyarországra látogatni. Itt majd bemegyünk, ez az a biztos. Az utca biztos. Julia rajong a művészetekért, épp úgy, mint a művésznő fogadott unokája Kinga. Így Szentendre és a Kovács Margit Múzeum tökéletes választása mai napra. Gyönyörű, nagyon szép. Na, menjetek be, ahogy az emberek élik a kultúrát, így teljesen más. Nagyon szeretem menni, mert itt van több lehetőségem arra, hogy élhessem tényleg. Julia 15 éves koráig minden nyarat Magyarországon töltött nagymamájával, Mimivel. Akkor még korán keltem reggel, és akkor mindig az ágyába bújtam, és a 2 óránál csak mesélt, meg ilyesmi, mint Magyarországról. Volt. Egy igazi barátság az övék, rengeteget beszélgetnek, és Julia mielőtt hazautazik, mindig hagy a lakás különböző zugaiban egy-egy kedves levelet nagymamájának. Tavaly, mikor ez a nagy beszélgetésünk volt, és elment, elvittem a reptére, hazamentem, és benyitok a WC-be, és a tarton, a WC-papír tarton egy gyönyörű borítékban a régi emlék, vagy a régi levelezésünk emlékére, és egy gyönyörű levelet. Nem tudom elmondani, mert sírás nélkül ezt nem tudom elmondani. Én nem csak olaszul érzem, olasznak érzem magam, hanem hát nagyon, tehát magyarnak is. És ez a magyar rész egy olyan rész, amit csak itt tudok élni, és amit tehát nagyon hiányzik. És mindez csak őnek, tehát neki köszönhetem, azt is, hogy imádom olvasni, meg tehát írni, meg színházba menni, meg úgy értékelni a dolgokat, ahogy hát ő rám tanított. Mimi mindig nagyon várja egyetemista unokája látogatását, Julia pedig soha nem hagyja ki, hogy megnézze nagymamája színházi darabjait, de van még valami, ami a kedvenc programok közé tartozik. Lángosokból van a sima lángosunk, sajtos tejfölös. Sajtos tejfölös. Nekem is jó a sajtos tejfölös. Neked is, tudom? Fokhagymetes. Fokhagymetes. Sok fokhagymetes. Ha nincs előadásom, akkor kihasználom. Rögtön hozom őket. Holnap ugyanis megint nem lesz rá lehetősége, hiszen a művésznő folyamatosan dolgozik. Ezért még Julia itt van, Kinga, Pásztor Erzsi fogadott unokája segít be a program szervezésbe. 3 éve elvesztettem a nagymamámat, úgyhogy nagyon örülök, hogy lett egy pót nagymamám, és tényleg nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk. Nagyon szeretek oda járni, nagyon szeretek vele beszélgetni, úgyhogy nagyon kellemes. De van, aki később villában megeszi? Igen, elég sokan van. Júj! Meg baj! Jó étvágy! Tegnap előtt éjjeli 2-kor zsemlét korbásszal ettünk. És hogy aztán reggelire is zsemlét korbásszal, meg hagymával, meg kacsazsírral, meg ilyesmiket ettünk, és hogy egész nap csak azt teszünk. Julia azt mondja, szinte megállás nélkül eszik, amióta megérkezett. Már csak kedvencét, egy nagy adag kovászos uborkát kell beszereznie. Pásztor Erzsi és unokái számára igazi felüdülés az együtt töltött néhány nap. A művésznő máig édesanyja lendületét őrzi a lelkében, és úgy tűnik, Julia is ugyanolyan jókedélyűen imádja az életet.